A húsvéti ünnepek előtt már 2 héttel megkezdődik az ünnepi slágertermékek bevásárlása. Ebben az időszakban leginkább a csokoládék, sonkák és a húsvéti ünnephez kapcsolódó termékek fogynak a boltok polcairól. Az utcákon, a bevásárlóközpontokban ilyenkor megszaporodnak a szezonális árusok standjai. Őket ellenőrzi kiemelten a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ünnepi időszakban. Az ünnepek közeletével a szezonális árusítást végző vállalkozások, valamint piaci árusok kerülnek előtérbe Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzése szempontjából. Ez azt jelenti, hogy ezeket az árusokat fokozottan fogjuk ellenőrizni ezekben az időszakokban. Itt akár forgalomszámlálásra is számíthatnak azok, akik egyébként online pénztárgéppel és üzlettel is rendelkeznek. Itt az online pénztárgép adatait is összevetjük a forgalomszámlálás adataival, valamint a pénzkészletet is vizsgálják a kollégáink. Az ellenőrök megjelenhetnek a virág, élelmiszer és italáru forgalmazóknál, valamint különböző rendezvényeken, kiállításokon résztvevő értékesítőknél, szolgáltatóknál, és a vendéglátás területén tevékenykedő adózók is számíthatnak vizsgálatra. Az ellenőrzésekhez akár a fogyasztóvédelem és más társszervezetek munkatársai is csatlakozhatnak. Előfordulhat az is, hogy a társszervekkel együtt végezzük el ezeket az ellenőrzéseket. Ilyenkor nem csupán az áruk eredetét fogjuk megvizsgálni, hanem azokat is, hogy az árunak a minősége megfelel-e a kívánalmaknak, illetve a jogszabályokban foglaltaknak. Természetesen az ellenőrzéseink során vizsgáljuk azt is, hogyha a megnövekedett forgalomra tekintettel valaki alkalmazottat vesz fel, az szabályszerűen foglalkoztatja-e, a bejelentése határidőben megtörtént-e, és illetve a járulékfizetések megtörténtek-e utána. Azok a vállalkozások, akiknél valamilyen mulasztást fedeznek fel az adóhatóság szakemberei, esetlegesen számla vagy nyugtaadást, illetve az alkalmazottak bejelentését nem teszik meg határidőre, akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságra is számíthatnak.